Nem kívántam én most ilyennel foglalatoskodni, de úgy döntöttem, hogy egy kicsit csak kéne ezzel is törődnöm, mivel nem sürgős dologról van szó, viszont a satút már mióta fel akartam rakni, mert mindig ugye azért kisebb, nagyobb projektekhez jó volna már. Csak ugye azért nem raktam fel, mert majd egyszer a végleges helyére, de hát így akkor sose lesz belőle semmi. Hoppa, füles a fejemben maradt. És most is kellett vasat hallítanom, illetve kell. Elkezdtem anélkül, de anélkül csak szenvedés. És ugye akkor már nem csak a satút kéne felrakni, hanem még ezek a merevítések nagyon-nagyon régről nekem elmaradtak. Sőt, igazság szerint én ezt is le fogom most verni innen, mert ennek itt semmi értelme nincs, tehát ezt leütöm. Itt ez jó, hogyha ez itt van, mert ezt szoktam használni. Sőt, most a satut is úgy kívánom felrakni, hogy majd ide ezt át kell furkálnom. Ide kell egy faanyag, és akkor ez így lesz majd rögzítve. Meg ehhez a satú, meg itt hátul a satú. És akkor ide felrakom, már csak azért is, mert hogyha ez fel van rakva rendesen a helyére, kaptál új játékot, örüljél. Akkor, hát ezt nem most kéne, ugye le kéne rozsdamaróznom, nyáron le kellett volna rozsdamaróznom, meg festeni, meg stb. Most csak annyit fogok csinálni, hogy kinyitom teljesen, beolajozom, és akkor egyelőre így marad, annyi, hogy majd amikor nincs használva, le fogom takarni, hogy legalább már tovább ne rozsdásodjon, és akkor egy kicsit jobb idők lesznek, akkor majd rozsdamaró festék. Volna más dolgom is, de ettől szép az élet, hogy változatos munkákat csinálunk. Egyszer egy kis kertészkedés, egyszer egy kis harácsolás. Ja igen, aksit tudtam, hogy elfelejtek hozni, van egy köröm akkor. Ugye ezek a hosszabbak jönnének ide. Meg hátra is. Ezek mind lomanyag, ez mondjuk nem. Ez jó 5x5-ös tafni. De ez például ilyen alátétfából van, az megint ilyen lomanyag. Azt a festetet csak azért használom el most, és nem hagytam meg végül majd az utolsó magaságyáshoz, meg lesz még itt magaságyás azon kívül is, mert itt el volt már hasadva végig. Aztán hát mondjuk ettől függetlenül még lehet, hogy jó lett volna ahhoz a projekthez is valahova. Igaz? Igaz? Bogár! Mondjál valamit! Neked ez uncsi. Hát neked ez unöcsi. Na mi lesz? Na mi lesz? Engedd! Ez már úgyis el volt repedve, úgyhogy nagyon nem kell vele foglalkozni. Amúgy is csak tűzifának szántom. Ó, de azért ez jó lenne, hogyha lejönne, hogyha már a másik kettő lejött, és pont ez az utolsó fog megszivatni. Mert a másiknál, a másik kettőnél a kocka is lejött. Na jó, van, ennél is lefog. Na. Jó, hogy ezt vissza kell ütögetni. Hoztam. Ez aztán a csavar. Hát bizony csavar nélkül le fog esni. Mindössze 60-as csavart fogok csak használni hozzá, de ebből a vastagot. Hogy azért tépjen. Csak ezt bitet is kell cseréljünk. Ennek 30-as, talán 25-ös feje van. Jóó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 
És lesz belőle munkafelület. Na, olyan hozzáférek-e majd innen oldalról? Hát ferdén fogom tudni csak becsavarozni. Becsavarozom alulról akkor. Mert az volt a tervem, hogy innen egyszerűen csak adok neki.
Úgy kéne, mert amúgy ebben a vékony anyagból biztos, hogy kijönne ugye a csavarnak a vége. Na végre már. Hogy elkapod? Jó, vagy nem jött ki? Mivel? Ferdén csavartuk. Ugye ez még az építés során elmaradt, aztán azóta pedig ez már nem most készült el. Olyannyira nem, hogy mint látható, csillagcsavarokat használtam. Vagy elgurult a gyógyszer, vagy egyszerűen csak én nem tudom, mi történhetett. Jó. Ezt pedig ide kapja. Természetesen nem egy hosszúak, tehát hülyén fog továbbra is kinézni, de ez úgyis csak ideiglenes, tehát elméletileg majd, ha elkészül valamikor, az sem most lesz mondjuk, de elkészül majd valamikor a műhelyszerűség, hát mondjuk műhelynek elég szűkös lesz ott a hely, de azért mégis ott lesz majd egy olyan satú asztal, mi felénk satú punknak hívták, nem tudom miért, milyen nagyon punkok vagyunk. Szóval, lehet akkor inkább megcsavarom először alól. Akkor azt majd úgyis ilyen gurulósan, meg normálisan akarom megcsinálni, hogy azt azért ki lehessen mondjuk gurítani egy kicsit. És mobil legyen, hogyha mondjuk hosszabb anyagot szeretnél befogni ugye a satuba, akkor legyen rá lehetőséged. És akkor az asztal, ha esetleg fal mellett van, és nem férsz el hosszú anyaggal, akkor az asztalt lehessen. Hoppá, ez aztán tényleg nagyon árnyék volt. Amúgy is inkább így volt instabil ebbe az oldalra, tehát hosszanti irányba, így már nem. Viszont most így igen, így már nem. Úgyhogy ezeket a rövideket én ide szántam, ami látszik, hogy elég hülyén néz ki, mert ez meg tényleg az egyik ilyen, a másik olyan. Viszont pont így fog elférni, azt hiszem, hogyha a hosszú ide kerül, mellé pedig a rövid. Hát igen, ez így tényleg nagyon béna. Esetleg... Óha, elkövettem egy hibát, hát ezt még nem karcoltam le. Ez így nem fér el. De akkor lehet, hogy ez se fog, mert nem sokkal rövidebb. De ez még lehet, hogy be fog így akkor férni. Tök mindegy, mert akkor meg ez fog hülyén kinézni, ez a párosítás majd a másik oldalon. De mondom, mit foglalkozok én ilyenekkel? Csavarozzunk, nem? Megjátszunk az eszünket. Na majd visszatérek később. Mert én már itt molyolgattam, jelölgettem, csak az a baj, hogy a lyuk az egészen a szélére jön neki. Mert az volt a terv, hogy én ezt így fogom rakni. Ide a két lyuk, amihez rögzítve van ugye maga a satú, meg itt hátul is rögzítve van a satú. Viszont, ha így rakom, így fogom ide csavarozni. Tehát ide fogok majd egy, hát nem is tudom, 5x10-es talán pont be is fér. Bőségesen. Itt már mondjuk nincs annyi hely. Hát itt már csak 9 fél van. De hát mondjuk amennyire ismerjük ezeket, de lehet, hogy van 10x10-es maradványom is. Na az a lényeg, hogy ide akkor bemegy egy 10x10-es vagy 5x10-es, tök mindegy, ezzel együtt. És akkor úgy fogom ezt innen majd rögzíteni. Itt pedig lesz a két lyuk, ahova majd tudom rögzíteni a satút, meg hátra. Ideiglenesen most ezt találtam ki. Csak be kell jelölnöm akkor a lyuknak a helyét. Béna. Majd nézzenek oda. Megszívta magát vízzel. Miért ilyen nehéz ez? Hát most nem fogom tudni teljesen hátra tolni, ott majd egy kicsit ki kell farakicsáljam. De annyira elegendő, hogy
azt megnézem, és talán bejelöljem, hogy a lyuk hova fog kerülni. Hát igen, itt kéne most akkor, hogy három kezünk lenne. Az azért egy kifejezetten jó dolog lehetne. Júj, most nem jó, lejöttem. Azt hittem, ezért kell most akkor újra újat fogni. Hát ezzel a csavarral kívánom majd rögzíteni előről. Hátul megvan az eredeti csavarja, az benne is van. Hát talán a 7-es elég lesz ennek. 8-as, egy kicsit úgy nézem, hogy talán mintha már nagy lenne. Viszont a látétem nincs, azt majd hozni kéne. Mert így nem fogom tudni én ezt olyan jól rögzíteni. Nem baj, majd hozok. Hát közel se ugyanott van a két lyuk, de az igazság, hogy a satún sincs. Tehát azt néztem szintén, hogy a satún se ugyanazon a ponton, mindent nézem, ugyanaz a ponton található. Hát hogy csinálja? Ja, így, azért mondom, valami nem stimmel. Most azt kéne nekem megnézni, hogy ide hátra hova esik a csavar, mert valahol itt egy picit ki kell faragnom. Csak egy keveset majd, hogy elférjek. Azt meg kellene még jelölni. Mert így ugye nem tudom hátra tolni teljesen. Hát nem is olyan kicsit kell kivágni. Ez ide fog jönni valahol. Mennyi az? 1,2, tehát itt akkor 1,2 centire kell majd jönnünk ebbe a vonalba. Ott kell egy kicsit a fából kivésni, amit nem tudom, hogy fogok megtenni. A dekopírfűrész. Na, ritkán kerül elő, de amikor kell, akkor jó, hogyha van. De elrakom én ezt a projektet holnapra. Ugyanúgy szöggel meglyukasztottam. Sokakban egyébként felmerülhet a kérdés, hogy... Na mindjárt csak ezt kifúrom. Felmerülhet a kérdés, hogy miért nem egyszerűen csak nagy facsavarokkal rögzítem. De ez hiába csak alumínium, de ez azért csak ad egy kis plusz tartást neki. Végül is ugye olyan jellegű hatást nem fogja majd érni, tehát a két csavar itt rögzíteni fogja mögötte a fával, ami szintén rögzítő lesz ezerrel, amíg lehet innen is megcsavarozom majd, meg itt hátul. Azért legyen inkább. Na, majd akkor holnap visszatérünk erre. Én is megyek, beengedem az állatokat, stb. Hoztam a látétet. Hármat is, mert lehet, hogy rakok ide hátra is, de itt egyébként van egy vaslap, amit annak idején a fater alkalmazott, és azzal fogta meg. De hoztam. Még így is azon gondolkodom, hogy itt a hátsó csavart, ahogy rögzíteni fogom, alá fogok rakni egy plusz faellemet, bár az már lehet, hogy túl vastag nem éri át. Ha átéri, akkor jó. Ha nem, akkor lehet, hogy egy ilyen darabot használok majd még. Csak ebbe akarok már közben gyorsan belenézni.
harmónika. Csak jó lenne megnézni egy szakaszt, hogyha kihúzom, hogy mégis milyen. Mert ez ugye nem az, mint a szellőző csövek, hogy ilyen nagyon hajszál, vékony alufólia darab van a merevítő acél spirál között, hanem ez azért egy kicsit normálisabb. Itt látni rendesen. Hát remélem, hogy szét tudom húzni 3 méter elméletileg. Nekem annyira talán nem lesz szükségem a 3 méterre. Na mindegy, ez majd később sorra kerül. Folytassuk a majolást. Na mi van, Bodri? Menne a játék, mi? Miért nem vagyok meglepve? Na, elméletileg ez így a helyen lehetne. Ó, nagyon szépen kiszámoltuk, tökéletes. De nagy játék. Ha még nem mondtuk volna, nagyon nagy játék. Na, ezt még egy kicsit belejjebb ütlegelem. Ne. És akkor meg is lehet csavarozni. Elméletileg itt lyukon vagyunk, így van. És elméletileg ez a csavar át is fog menni azon a lyukon. Na, ehhez fog tehát illeszkedni a két előső csavarja a satúnak. És úgy döntöttem, hogy ide, hátra pedig egy deszkaelemet fogok berakni alulra. Szolos deszka, ez a legjobb, mert ennek azért van annyi vastagsága is, hogy így akkor... Na. Csak majd akkor ott bejelölöm, átfúrom, hogy ott átmenjen a csavar. Ez tökéletes, az idáig ér, ameddig a takarunk. Ezer remek. Jó, mindjárt megjelölöm én azt. Egy csavar segítségével csinálunk rajta egy likat. Meg is járatom a csavarral, addig amíg látom a csavar a helyét, hogy hol kell átfúrjam. Annyit látok, mint én. Szóval rengeteget. Na, rajta volnánk. Egyébként ugye, hogyha az embernek lenne vagy 300 keze az ilyen esetekre. Ha már rákapattam a csavart, akkor már nem számít. Mondjuk ehhez nem hoztam kulcsot. Egyelőre csak kézzel, mert még itt is akkor
Legyünk lyukon, hát itt alapból lyukon vagyunk, ugye? Egyértelmű. Napocska is kisütött, nagyon jó. Hátra nem is férne el az alátét egyébként, mert annyira közel van itt a fa a széléhez, hogy nem lenne lyukon, tehát nem férne el ez a nagy alátét, csak ide előre. Úgyhogy elég lesz ez így. Úgyhogy csak rögzítést, mármint olyan jellegű rögzítést szolgál, úgy értem az alatt, hogy rögzítést szolgál, hogy azért olyan óriási erőnek itt nem lesz kitéve. Na, itt viszont most nem nagyon fogok hozzáférni. Ezzel nem számoltam. Hűha! Hát mondanám azt, hogy kesztyű nélkül jobb lesz, de mondjuk az ember keze akkor meg le van fagyva, azért nem tud. Nagyon. Hát itt tényleg ezt nagyon kiszámoltam. Olyannyira jól csináltam egyébként, hogy nem tudom, mennyire látjátok a bent a csavart. Ez pont annyira megfeszül oldalra a fának, hogy így egy az egyben tudom csavarni, és rá sem kell fogni az anyára belülről. Ezt megpróbálom itt rögzíteni. Várjál, azt mondja, arra csavarom, tehát arra fog akkor elfordulni. Ez itt, hogyha meg is feszülne saját magának, az volna a legjobb. Bocs, nem volt szándékos. Aha, jó. Így. És akkor még annyit csinálok. Ugye az volt a terv, hogy ezt a deszkát rögzítem. Lehet annyira nagyon nem is kéne szétbombázni, annyi, hogy nem 60-as, hanem 40-es csavart használok. Az még akkor a deszka átmegy rajta, ja, és akkor nem jön ki az alján, nem mintha számítana, mert ott úgyse nyúlkáljon senki. Lehet elég volna ennek ennyi, nem? Nehogy szétrepesszük a deszkát. Ezt ha nem fogja meg, akkor semmi. Tehát kézzel, amíg a földön volt a satú, addig én ezt nem nagyon tudtam csavarni, mert annyira be van már rozsdálva. Így viszont azért már nagy nehezen ki tudom nyitni. Aha, csak már le kéne súlyozni az egészet. És nagy nehezen ki tudnám szerintem már nyitni, hajtani. Ez már nagyon berozsdált sajnos. És akkor utána meg begolajozni. Aszta! Na hát... Majd visszatérek. Ez is lehet, hogy nem is kezd olajozni elég ennek a VD40, nem? Hát, mondjuk az igazság, rendbe kéne ezt rendesen... Na, igen, rendbe kéne ezt tenni majd rendesen. Van egyáltalán hangunk? Azt hiszem, van. Szóljatok, ha nem. Van. Jó. A nyáron egyszer szánok rá időt, így is most ezzel elkúrom az időt, de mondom, most az újabb vas hajlítós projekt miatt eszembe jutott, hogy satú, már kellett volna korábban, de most már úgy voltam vele, hogy elkezdtem rajta egy picit morfondizálni, majd ötletelni, hogy mégis mit lehetne tenni, gyorsan felrakni ide, bár így most sokkal nehezebb lesz akkor maga az asztal is, hogyha odébb kell rakni, ebből a szempontból se jó, de mindegy. Hát mondjuk ezt a részt most hiába fújjon, mert ezt a részt tekerem ki, szóval elméletileg
Na, de így jobban beérek. Jaj, lejött a cső. Szóval nyáron talán, vagy ha nem is nyáron, de amikor a műhely elkészülne, akkor biztos, hogy szállnék rá időt, és ezt a satut rendbe rakni, szépen szétszedni, és külön-külön minden elemét rozsdátlanítani, és... Jaj, napocska, kisüt a napocska. És lefesteni. Ez lenne a végső cél. Jobb lenne egy nagyobb erőkar is, de nincsen semmilyen csövem. Gondolkodtam rajta, hogy valahonnan kéne szerezni, mert máskor is szükség lett volna rá, sőt, bent, ott mindenképp szükség lesz rá. Mert azt a vasat, amit elkezdtem már hajlítani kézzel, és majd ezzel kívánom befejezni, hogyha azt beviszem, mert az készülne itt, bár itt most pont, na jó, akkor nem mutatom meg, majd egy következő részben látjátok. Pillangószelepnek a hosszabbítóját akarom megcsinálni, hogy belülről tudjam ugye vezényelni, mint amiről már egyszer említést tettem. Bár egy kicsit most könnyebb tekerni, úgyhogy lehet, hogy azért csak használ. Csak VD40-ről van szó, nem? Csak azt nem tudom, hogy meddig lehet ezt kicsavarni. Gyermekkoromból úgy rémlik, hogy talán még a menetet lehetett látni. Kint egész. És már kezdi is kirúgni a fejét. Nem tudom, van ezekben valami ütköző? Vagy ezt le lehetne teljes mértékben csavarni? Ha én ezt lecsavarom, biztos, hogy nem tudom majd visszakínlódni, a 100%. A belső az szép tiszta, a menetes rész. Amúgy, hol lehet ennek a vége? Ki tudja. Aha, pont elértem a végét. Ezek szerint. Nekem úgy tűnik. Na csak ezt akkor vissza kéne majd kapatni. Pedig pont most akartam közelről megmutatni. Ide is tolok egy pici olajat a sínre, hogy tudjon futni könnyebben. Meg ide se ártana, de ezt egész bent is meg kéne kenegetnem. Lehet, hogy ezt kalapáccsal le kéne ütni, lehúzni teljesen. Jó lenne valahogy itt is beolajozni, hogy miha marabb kezdjen rajta csúszni. Folyik úgy mindenhova. Van, ez nem jött le. Mondom, nem merem megkockáztatni, hogy nagyon durvuljak, mert... még a végén tönkre teszem. Pedig nem egy bonyolult szerkezet, de én képes vagyok rá. Ó, már is jobb. Sokkal jobb. Ó, nagyszerű. Jaj, de zsír. Mármint olaj. Ideiglenes megoldásnak nekünk most erre lett volna csak szüksége. Az zappai örökség
új életre kelt. Hát, egyelőre csak annyi, hogy defibrilláltam, de természetesen ez még erősen intenzív osztály. Itt azért még a teljes felépülésig egy hosszú út van hátra. De az igazság, hogy direkt így akartam hagyni, mert így passzol a szép, gyönyörű őszi színekben pompázó háttérhez. Itt óvatosnak kéne lenni. Mondom, nem tudom, tehát nekem az az elgondolásom, hogyha én tovább kifelé hajtom, akkor ugye itt a menet, egyszerűen a menetes rész kiugrik, tehát onnan kezdve idézőjelben biztos nem olyan könnyen, pláne ezt le lehet húzni, és akkor úgy lehet ugye szétszedni. És akkor mondjuk lefesteni, lekezelni, letisztítani az egészet külön-külön darabokban. Én tovább nem nagyon erőltetném a dolgot. De lehet, hogy van benne valami ütköző, de hát itt hátul sem látni semmi olyat, így kívülről legalábbis, ami esetleg azt sejtetné, hogy van benne valami ilyesmi, úgyhogy mondom, én nem akarom tovább ezt, mert itt már megszorul, és nem merem tovább hajtani. Szóval, egyelőre ez így akkor ennyi. Majd egy szemetes zsákot befogok, egy kisebb méretűt, vagy zacskót, szatyrot, valamit, és akkor azt, amikor nincs használatban, egy gumipókkal le fogom akkor kötözni, hogy tovább már legalább ne érje a csapadék. A Satu projekt. Aha, itt viszont, hogyha most össze van zárva, hátul tudok még egy pici olajat csöpögtetni, ahova valóban szántam. Na, de hát a puding próbálja az evést, nem? Tehát ez az, amit eddig sikerült hajlítanom. Hajlíthattam volna jobban is, de ugye ide nagyjából befogva, meg izé a fa elemei közé, szóval egyáltalán nem volt optimális, meg így akkor látszik, hogy nagy évben hajlik. Tehát azért kellene nekem a satú, mert ez a szakasz elég nekem, ha egy olyan 5-5,5 centi. Viszont így ennek a hosszú ívnek köszönhetően veszítek az egésznek a hosszúságából, ugyanis ez ehhez a pillangószelephez kapcsolódna. És akkor ezt irányítanám bentről. Tehát itt majd, ahol ez a tengely van, át lesz fúrva a fal. Ugye a falon ez belülre be fog majd szépen menni. Körülbelül ennyit. És itt fogom majd bent meghajlítani. Tehát azért is mondtam az előbb a vascsövet, mert szükség lesz rá, hogy ezt a szakaszt meg tudja majd hajlítani úgy, hogy vissza ki fogom tolni idáig, és akkor teljesen rá tudom ütközésig tolni a vascsövet, és akkor ezt meghajlítani. És amikor ez meg van hajlítva, nem teljesen 90 fokba akarom, hanem csak mit tudom én, valamivel egy kicsit tompább szögbe, akkor van egy fanyelem szépen, és az rá fog menni. Na mindegy, ez már egy másik projekt lesz, csak most már akkor nézzük meg, hogy el tudom ezt úgy kalapálni rendesen 90 fokba, úgyhogy azért ekkora ívet ne csináljunk, elvégre nem vagyunk mi nagy feszültség. És ugye azért kell, hogy be tudjam fogni a satúba rendesen, és akkor el tudom kalapálni. Mert ha most csak kézzel tovább hajlítom, ez a nagybani ív, ez megmarad, de itt azért jó, hogyha szűk derékszögen marad. Hát igen, csak az se ilyen munkaasztalon kéne amúgy, hanem stabilabban. De hát már is jobb a helyzet. És akkor itt ezt picit vissza kell hajlítanom, mert látszik, hogy a kézzel való satú nélküli hajlítás során azért van benne egy kis kanyar, azt pedig egyszerűen csak befogom ide a satúba, és ez majd, ahogy rászorítok, kiegyenesedik elméletileg. Egy kicsit még beljebb kéne hozni. Tehát így, hogy be van nagyjából fogva, hát remélem látható, hogy amit az előbb próbáltam távolra megmutatni, hogy látszik, hogy itt van ez az ív. Ezt vissza kéne egy kicsit módosítani. Aha. Nem is olyan egyszerű.
Lehet, hogy ezt is megkalapálni kéne. Az is lesz, mert ezt így önmagában már visszahajlítani a sató segítségével nem megy. Hát igen. Esetleg így. Aha. Egyenes is lett. Igaz, hogy itt még nincs meg a derékszögünk, tehát ezt még egy picit hajlítunk rajta. Jó. Na, ez akkor mehet is festésre, ugyanis az lenne a terv, hogy ezt lefestem, és bent, amikor már ugye ez be lesz majd tolva, hát ha sírről festék, ha nem majd a benti hajlítás során, majd ezt meglátjuk, akkor is, hogy ez a rész, a kinti rész már legyen lekezelve. Tehát ugye ez ide csatlakoznak, két bilincset fogok csak ide tenni, kész. Gyors kötözővel is lehetne, de legyen azért fém bilincs, tehát hogyha ez majd bemegy, most megfordítom, mert másképp nem tudom mutatni, akkor ugye ezt ide fogom rögzíteni két bilincs segítségével. És akkor ez így fogom tudni majd bentről fordítani. Na de ezt majd meg fogjátok látni időben. Direkt ezt a régi rossz kopott ütőt vágott gombipókot szánom rá. Hát itt mondjuk már eléggé rottyom van. Lehet érdemes volna ezt már eltépni, elvágni. És akkor ezt a véget lehúznám, ráraknám ide. Csomót kötni rá, megállná az úgy vajon? Mert itt ugye a végén azért is van ez erősen dróttal. Vissza van hajtva és dróttal fixálva. Ha én egy csomót kötnék rá, megtartaná az úgy. Jó, mondjuk itt nagy erőnek nincs kitéve, majd csak a fóliát tartsa meg. Úgyhogy ennyi erővel rajta is maradhatna. Ez még, én nem tudom, hogy került a kezem ügyébe. Még régen kint az adományboltokban használták, ezekbe gyűjtötték ugye a játékokat, nadrág, használt ruhákat és hasonlókat. Maximum 5 kg. Hát ez körülbelül 5 kg helyett sokkal több. Kicsit több lett, maradhat. És ez pont méret. Hát azért ez pont erre lett kitalálva. Ilyen hülye zacskó, ez nincsen füle. Elég lenne ezt valahogy itt rögzíteni. Nagyjából fóliát rajta tartja annyira elég. Igaz, blakkáncs.